A Dunai Város Kenyere akció átadó ünnepségét szerdán délelőtt rendezték az útkeresés segítő szolgálat központjában, hiszen az a szokás, hogy a soron következő kedvezményezett otthonában kerül sor az aktuális akció zárására, az összegyűlt adomány átadására. Egyszerűen fogalmazva a József Attila könyvtár most átvette, az útkeresés segítőszolgálat pedig felkészül. Pintér Tamás polgármester Róka Sándorral, a Szécsényi Kft. kereskedelmi vezetőjével közösen adta át jelképesen a Dunai Város Kenyere jótékonysági akcióban most összegyűlt adományt. Azért jöttünk össze, hogy a könyvtár számára ezt az elmúlt időszakban összegyűjtött összeget átadjuk, és gratuláljunk nekik ezért az összegért. Én Ezennel szeretném tehát átadni az elmúlt időszakban összegyűlt 405.950 forintos összeget az 8.119 darab kenyérből összejött támogatást átadni Tóth Évának, a József Attila könyvtár igazgatójának. Pintér Tamás elmondta még, hogy a korábbi szokásoknak megfelelően a befolyt összeget kereken fél millió forintra egészítette ki az önkormányzat. Tótéva a könyvtár vezetője arról beszélt, hogy a támogatást az őszi könyvtér elnevezésű programsorozatokra kívánják fordítani. A könyvtár folyamatosan kulturális tevékenységet végez, de a mindennapi szolgálat mellett vannak különlegesebb alkalmaink, ez pedig a rendezvényszervezés. Ezt az összeget a legnagyobb szabadtéri rendezvényünkre szoktuk ö, szeretnénk felhasználni, amit a városháza téren tartunk, és ennek a programnak a szervezésére fordítjuk. A most induló időszak következő kedvezményezetje az útkeresés segítő szolgálat, annak is az alapítványa, akik a befolyó összegből prevenciós foglalkozásokat terveznek, azokat szeretnék támogatni. A gyerekekkel szeretnénk tehát ezeket a programokat csinálni, szabadidő tevékenységeket, plusz az iskolákban a kollégák ugye kijárnak, különböző foglalkozásokat tartanak, és ezekhez szeretnénk, hogyha hozzájutnának anyagköltséghez, stb., hogy egy kicsit hatékonyabban tudjanak a gyerekekkel foglalkozni. A Dunai Város Kenyere akciósorozat folytatódik tehát, a városlakók minden megvásárolt Dunai kenyere után 50 forinttal segíthetik majd az alapítvány tevékenységét.